Sziasztok! Ebben a mai videóban megcsinálunk az első Three Colors Challenge-et, aminél kiszínezem ezt a rajzot, amit én csináltam, vagyis én rajzoltam, mivel hogy ugye így tudom megcsinálni. És ennek az a lényege, hogy becsukott szemmel választok három színt, és azokkal kell kiszíneznem ezt a rajzot. És azért kell napszemüveg, mert ugye így kilátok, de van itt nekem egy csomó anyagdarabom, és ezekkel fogom, ezeket az arcom elé rakom, a szemem elé, és akkor így is kilátok, hogyha egyet rakok, ezért kell egy csomó darab. De meg is nézhetitek. Láttok. Így akármennyire húzom szét, nem láttok ki. Úgyhogy szerintem kezdjük is el. Szóval ezek ugye ilyen különleges metál színek, amikkel ma dolgozni fogok, és ezekből fogok választani. Tehát akkor most fel is veszem az anyagdarabokat. Akkor le is húzom, és nem látok ki. Látjátok, hogy nem látok ki. Így fogom csinálni, hogy előre nézek. És akkor itt vannak ezek. Nem tudom, hogy melyik milyen színű, ugyanazok. Ugyanolyannak érzem, úgyhogy nem tudom, hogy látjátok-e. De majd úgy is megmutatom. És akkor még legyen ez. Húha, félek nagyon. De legalább kaptam rózsaszint. Húha! Szóval nem tudom, hogy mennyire fogjátok látni, de azért megpróbálom úgy csinálni, hogy jó legyen. Szóval, igazából ez egy panda. És akkor most el is kezdem. Most, hogy így kész vagyunk, hát ilyen lett a pandám. Nézzétek meg a kis kék kis arracskáját. Hát, így tudtam megcsinálni, jobb nem lett. Meg azért láthatóvá tettem a körvonalait, hogy azért jobban lássátok. Úgyhogy szerintem azért elég jó lett. Legalábbis szerintem. Szóval ezt tudtam kihozni ebből a rajzból. Szerintem azért jó lett, de... amúgy elég jó. Ahhoz képest, hogy ilyen színekből kellett gazdálkodnom. És minden színt használtam úgy, hogy jó lett. Igazából. Szerintem. Szóval, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és dobni egy lájkot, hogyha szeretnétek még ilyen challenge-eket. És ne felejtsetek el szavazni, egyébként az múltkori videóra, egyébként itt is szavazhattok, hogyha csak úgy, hogy beírjátok, hogy hashtag kezdély Gyula, Bözsi vagy akármelyik macska. Egyébként lehet szavazni Gyulára, Bözsire, Kis Seketére és kollégára. Rájuk lehet szavazni, vagy azt is lehet meg... azt is megszavazhatjátok, hogy legyen-e hashtag hamster day, mert az is lehet a következő hashtagben. Úgyhogy ez rátok van bízva. Sziasztok!